Gazdasági válságot okozhat az eurózónában a koronavírus. Köszöntöm a hozam nézőit. Mai műsorunkban utána járunk, milyen lehetőségeket adott az oktatásban a pénzhét, és hogy milyen plusz tudást ad a mezőgazdasággal foglalkozó fiataloknak a külföldi ösztöndíj. Veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány, és egy sor intézkedést hozott a koronavírus elleni védekezés érdekében szerda délután. Mindenre reagált a Dombóvári Önkormányzat és a Pécsi Egyházmegye is. A szakemberek azt mondják, mindez gazdasági válságot okoz majd az eurózónában, ami a magyar gazdaságot is érinteni fogja. Jelentős visszaesés várható Magyarországon is, ami a turizmus vendéglátást, feldolgozóipart és a szolgáltatási szektort is érinteni fogja. Veszélyhelyzetet hirdetett ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében szerda délután. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be az intézkedéseket. Beutazási tilalmat rendelünk el Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkre. Ezekből az országokból senki nem léphet be Magyarországra, kivéve, hogyha magyar állampolgárokról beszélünk. Magyar állampolgárok esetén viszont, hogyha ezekből az országokból érkeznek, akkor hatósági karantént fogunk elrendelni. Ez azt is jelenti, hogy leállítják a vonatokat, buszokat, repülőket ezekből az országokból. A schengeni határokon ellenőrzéseket tartanak. Továbbá bezárnak az egyetemi épületek. Az oktatás csak távoktatás formájában történhet. Gulyás elmondta, a harmadik fontos intézkedés, hogy 100 fősnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását megtiltják. Így egy sor rendezvény marad el, köztük a március 15-i ünnepségek. A Dombóvári Önkormányzat is meghozott egy fontos döntést a koronavírus megelőzése miatt. Március 15-én meghirdetett rendezvényt a Szigetelbében megtartjuk, a koszorúzásra sor kerül, az apácai intézményében tartandó zárkörű rendezvény pedig el fog maradni. Sajnálatos, hogy április 1-ére nagyon készültünk már hónapok óta, de sajnos ez a rendezvény elmarad, és majd később tájékoztatunk mindenkit, hogy ez mikor kerül megrendezésre. Az iskoláknak egyelőre nem kell bezárniuk, az óvodák, bölcsödék önkormányzati fenntartásúak, így a helyhatóságok döntenek azok esetleges bezárásáról. A sok embert foglalkoztató cégeknek is azt ajánlják, hogy saját hatáskörben tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A szakemberek azt mondják, mindez gazdasági válságot okoz majd az eurózónában, ami a magyar gazdaságot is érinteni fogja. A kormány legrosszabb esetben mínusz 0,3%-os gazdasági növekedéssel számol. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt valószínűsíti, hogy leépítések jöhetnek a vállalatoknál, különösen a szállodaiparban. Továbbá az emberek kevesebbet fognak keresni a korlátozott nyitvatartás a csökkentett munkaidő miatt, és elsősorban hazai termékeket fognak majd fogyasztani a korlátozások miatt. A gazdasági visszaesés 6-12 hónapig is eltarthat. Mindenképpen elég nehéz helyzet alakul ki. Valószínűleg a korábbi nagy növekedés, ami most már tartott 3 éven keresztül, ez meg fog szűnni. Legjobb esetben egy minimális növekedés várható, és reméljük, hogy nem csap át recesszióba. Hogyha átcsap recesszióba, vagy rosszabb lesz a helyzet, az mely területeket fogja elsősorban érinteni? Hát már most kezdődik gyakorlatilag. A vendéglátás turizmus területén van. A feldolgozóipar lesz a következő. Az viszont nagyon nagy gond fog jelenteni, illetve a harmadik a szolgáltatásban várható szintén hasonló. Ez azt jelenti, hogy a nagyvállalaktól egészen a mikrovállalkozók érintve lesznek ebben. Nem csak a nagyvállalatokat fogja ez érinteni. Gyakorlatilag a legkisebbtől a legnagyobbakig fog érinteni. Különböző lehetőségek vannak, egyrészt létszám leépítés, de reméljük, hogy ez lesz a legkevesebb, de van olyan lehetőség, hogy a munkaidő csökkentése, illetve otthoni foglalkoztatás, amit most nagyon próbálnak erőltetni, de nem minden esetben lehetséges. Tehát úgy néz ki, hogy mindenkinek ki kell dolgoznia a maga válságkezelését. Az iparkamara elkezdte felmérni, hogy a cégeket mennyiben érinti majd ez, és milyen segítséget igényelnének annak érdekében, hogy fent tudjanak maradni. Minden vállalkozónak gyakorlatilag erre be kell rendezkednie. Ennek érdekében megkezdtük feldolgozni azt, hogy az egyes cégeket megkeressük, hogy őket hogyan érinti ez a válság, milyen kilábolási lehetőségeket látnak, illetve milyen segítséget kérnek, hogy minél előbb túl legyünk ezen a válságon.
Magyarországon szerda délután 16 koronavírusos beteget tartottak nyilván. A diákok pénzügyi ismereteit bővítő programsorozatot tartottak a Szekszárdi Szakképzési Centrum két tagintézményében, a Szekszárdi Bezerédi István és a Bonyhádi Perczel Mór szakképzőiskolákban. Az intézmények az Európa több mint 30 országában megtartott Pénzhét nevű eseménysorozathoz csatlakoztak, aminek a hazai szakmai vezetője az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A program célja, hogy a diákok életkori sajátosságait figyelembe véve felhívja a diákok figyelmét a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Mastercard, Visa, American Express, illetve PayPass. Pénzügyi alapismeretekkel kapcsolatos kérdésekre felelnek a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István szakképzőiskolájában tanuló diákok. Itt nem csak a tanórákon segítenek a pedagógusok abban, hogy a gyerekek minél könnyebben boldoguljanak a számok és a pénzvilágában. Az iskola ugyanis második alkalommal csatlakozott az Európa több mint 30 országában megtartott Pénzhét nevű eseménysorozathoz, aminek a hazai szakmai vezetője az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A program célja pedig, hogy felhívja a diákok figyelmét a mindennapi pénzügyi tudatosságra. A mi iskolai képzési palettánkban is kiemelkedő szerepet kap a közgazdaság, a kereskedelem ágazat, valamint a vállalkozási, gazdálkodási és menedzsment szakirányok. Azok a tanulóink, akik ezekben ezeken a szakterületeken dolgoznak, ők a tanulmányaik során is kiemelten találkoznak a pénzügyi tudatosság kialakításával, fejlesztésével. Ha érted a pénzed, az érted dolgozik, nem ellened. Ez volt a Bezerédi Iskola idei pénzheti mottója. Az egyhetes programsorozat ideje alatt a diákokat tanórákon és szünetekben is a pénzügyi ismereteket kreatív módon bővítő programok várták. Volt egy nagyon érdekes szimulációs játék, amely a legnagyobb népszerűségnek örvendett. Ez a Csúcsmeló elnevezésű program volt, ahol egy helyzetből indultak ki a tanulók, ami nem a legfényesebb és nem a legelőkelőbb helyzetet jelentette. Kissé problémája lehetett a boldogulásban, az előrejutásban, és ezen a játékos programon végighaladva, különböző lépcsőfokokat megugorva, sok-sok tanulással, sok-sok munkával mindig egy szinten följebb kerülhettek, hogyha ügyesen tették és jól átgondoltan tették a dolgukat. Lehettek belőlük akár professzorok, akár gazdasági vezetők, és a legvégén, aki ügyes volt, és akinek volt megfelelő kitartása ebben a folyamatban, az feljutott a csúcsra, és bankigazgató is lehetett belőle. Emellett kifejezetten a diákok életkori sajátosságaihoz összeállított előadások is várták a gyerekeket a fizetési eszközök miben létéről és a pénz történetéről, de pénzügyi személyiségtesztet is kitölthettek. A folyosókon mindkét szinten laptopokat, tableteket helyeztünk el, amelyekre felkerültek azok a mobil alkalmazások, amelyek gyors, rövid, néhány perces időtartamban is kipróbálhatták magukat a tanulóink, lemérhették, hogy tulajdonképpen hol is állnak, lehet-e belőlük majd igazán jó gazdálkodó, fel tudnak-e készülni arra, ami majd a pénzvilágában számukra fontos lehet. Na, fiatalok, akkor mennyi időre van még szükségük egy félperccel? A pénziránytű alapítvány által felkínált programokat is igénybe vettük. Ott elsősorban kvíz feladatokat, kvízjátékokat, teszt feladatokat oldottak meg játékos formában, és ott elsősorban ezekben a feladatokban a végén kiderült számukra, hogy mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, és esetleg mi a fejlesztendő területük. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédi István szakképző iskolájában nem csak a pénzhét során fordítanak nagy figyelmet arra a pedagógusok, hogy minél inkább pénzügyileg tudatos diákokat neveljenek, akik a munkaerőpiac mellett a mindennapokban is megállják a helyüket. Ebben az évben három olyan pénzzel kapcsolatos versenyünk is volt, most azt említeném meg először, ahol elsősorban ez a terület emelkedett ki. A Magyar Államkincstár vezetésével, illetve irányításával is indult az ősz folyamán egy program, egy verseny, ahol a iskolánk csapata, aki képviselte iskolánkat, igen erős mezőnyben az igen előkelő negyedik helyezést érte el, egy ponttal lemaradva a dobogós helyezéstől. A pénziránytű alapítvány által is indult egy versenyprogram, abban is több csapatunk képviseltette magát. Iskolánkat egy csapat fogja majd képviselni, a regionális döntő előtt állunk ebben a programban. Ez a Bankcode elnök
elnevezésű program, és volt egy harmadik, ami már így évről évre visszatérő program, ez a Kereskedelmi és Hitelbank által meghirdetett program, ez a Vigyázz Kész Pénz elnevezésű verseny, ahol az idejében különösen sok csapatunk jutott be a 9. évfolyamról és a 11. évfolyamról a második fordulóba is, maximális ponttal, vagy esetleg egy ponttal lemaradva a maximális ponttól. Ők most izgatottan várják, hogy a regionális döntőbe kik lesznek majd a meghívottak. Ebben az iskolában 5 éve hagyomány az is, hogy állásbőrzét szerveznek az itt tanuló gyerekeknek, ahova rendszeresen 15-20 vállalkozás képviselői is eljönnek. Ezek a cégek, vállalkozások, boltok a kis standjaikon elhozzák, a standjaikra kiteszik és elhozzák magukkal azokat a szóróanyagokat, azokat a tájékoztatókat, amelyekkel segíthetik a diákok döntését, választását, hogy hova fognak majd jelentkezni, amikor menniük kell a nyári gyakorlatra, vagy az éves gyakorlatra. Nagyon sokat tud segíteni ez a személyes kapcsolat, amikor találkoznak és úgy tudnak beszélgetni a képviselő a tanulóval és a tanuló a képviselővel is. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bonyhádi Percelmor szakképző iskolája is csatlakozott idén a pénzhéthez. Ők 6. alkalommal vettek részt a diákjaik tudatosságát elősegítő programban. Közgazdasági szakképző iskolaként indultunk annak idején, tehát nálunk az, hogy a pénzhét az ez egy meghatározó elem legyen, ez nem kérdés számunkra. 6 éve csatlakozunk, és minden évben az arra törekszünk, hogy élményszerű, interaktív feladatokkal a gyerekekhez a pénzügyi kultúrát közelebb hozzuk. Minél inkább fölkészítsük arra, hogyha felnőtté válnak és önálló életet kezdenek, akkor erről minél ügyesebben megállják az életben a helyüket. Ennek érdekében egy héten keresztül kifejezetten a biztosításokra koncentráltak Bonyhádon. Interaktív feladatokkal oldottuk meg osztályfőnöki óra keretében, de elmondhatom, hogy ezek az anyagokat, amiket itt mi a pénzügyi témahetek során megkapunk, ezeket beépítjük az éves oktatásba is. Ebben az iskolában minden évben más és más pénzügyi szakmaköré szervezik az egy héten át tartó programokat. A családi költségvetésről tanítjuk a gyerekeket, hogyan kell pénzt kezelni, nagyon fontosnak találjuk azt, hogy tanulják meg, hogy hogyan kell egy online banki ügyletet intézni, hogyan lehet hitelt igényelni, hogyan lehet a befektetésekről mit érdemes tudni. Azt is, hogy milyen digitális biztonságról beszélhetünk, ez már hozzákapcsolódik. Tehát nagyon közelítünk ahhoz, hogy a mindennapi életekben hasznos és gyakorlati és tanácsokat kapjanak. Ennek a feldolgozása, ez játékos feladatokban történik, inkább élményszerű módszerekre törekszünk, azáltal is, hogy a gyerekek ne azt érezzék, hogy elméletileg valamit leadunk, hanem tényleg az legyen, amit mondjuk, hogy egy valós világba bekerülnek, és valamit szeretnének elintézni, hogy ezt hogy tudják gyorsan és ügyesen. Ezt szerencsésen mondhatjuk magunkat, hiszen egyrészt az ágazatunk, a fő prioritásunk a pénzügyi számvitelügyi intéző, de igyekszünk minden képzési formába belerejteni, hiszen a gazdálkodás és a pénzügyi alapismeretek az nélkülözhetetlen a mindennapok során. A Bonyhádi Percelmor szakképző iskola diákja is egész évben remekelnek a pénzügyi ismereteket igénylő versenyeken, és mivel az iskola fő profilja a pénzügyi számvitelű ügyintézőképzés, ezért az ilyen megmérettetések különösen fontosak abban a szempontból, hogy valóban jó szakemberekké váljanak. Számtalan versenyen indulunk, és a gyerekeinket benevezük épp azért, hogy lássák, hogy milyen területeken lehet ezeket alkalmazni. 5 versenyen voltunk az utóbbi időszakban, és mindéken nagyon jó eredményeket értünk el, és mind az ilyen témákban volt, hogy vigyázz pénz, vagy zseppénztár, vagy pedig marketing területen. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon széles spektrumban kamatoztató ismereteket tudunk átadni a tanórák keretében. A gyerekekben fölébred az iránt az igény, hogy fölmérjék, hogy mi van a saját családjukban. Tehát például nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy igazából arról, hogy családi gazdálkodás, vagy arról, hogy pénzkezelés, tudatosan nem terveznek a családot. Mi már próbáljuk a mi gyerekeinknek ennek a fontosságát közvetíteni. Nagyon sokszor halljuk a gyerekeknél, hogy erről nem hallottak, és mivel ők ugye egyre inkább kikerülnek a duális szakképzésben a munkavilágába, ahol tanulószerződés, munkaszerződés van, ahol szükség van mondjuk egy bankszámlaszámra, egy banki ügyintézésre, épp ezért nekik ez nagyon hamar belép a világukba, amelyre azt gondolom, ők nagyon nyitottak is, például az online ügyintézés, az manapság szerintem nekik már egy természetes folyamat. Nem úgy, mint egy idősebb generációnak, akinek lehet, hogy a személyes kapcsolati ügyintézés az sokkal fontosabb. Ez a generáció már a digitális ügyintézésre nagyon nyitott.
a pénzügyekkel kapcsolatos tudatos gondolkodást tehát igenis lehet és érdemes már diákkorban kialakítani, ebben pedig a Szekszárdi Szakképzési Centrum iskolái élen járnak. Nemzetközi ösztöndíj programban vehettek részt az Agrárminisztériumhoz tartozó Szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola diákjai. A gyerekek Németországban és Ausztriában szerezhettek szakmai gyakorlatot. Az Európasz bizonyítványát veszi át Nagy Krisztián, a Fiatal Diák Iskolája programjának köszönhetően 10 hetet töltött Németországban szakmai gyakorlaton. Gépesített volt minden, nagyon modern volt a gazdaság, fejős tehenekkel foglalkoztak leginkább, valamint növénytermesztéssel, mehettem az új gépekkel, sokat dolgozhattam velük. Összességében nekem nagyon tetszett a gyakorlat, ajánlom a következő generációnak is, aki kiutazik, hogy hajrá, vágjon bele. Nagyon megerősítette az önállóságomat, valamint a honvágy leküzdését is, családtagoktól távol lejtett, valamint a német nyelv tudásomat nagyon előresítette. Takács Gréta szintén Németországban szerzett szakmai gyakorlatot. Úgy, mint Krisztián, ő is egy családnál az ő gazdaságukban dolgozhatott. 8 hetet töltöttünk a családnál. Az én családom a Schlesinger Márknak Schlesinger Márk volt a befogadó, ő volt a vezető, ő tartotta nekem a gyakorlatokat, végig ő osztotta ki a munkálatokat. De elsősorban az állatoknak a mindennapi ellátása volt a fő cél. Leginkább azzal foglalkoztunk, illetve az időszakos munkáknak az ellátása volt még, amit ott el kellett végezni. Például, hogyha egy állat megbetegedett, akkor az állatorvosi ellátás, a síllóbetakarítás, géptönkre ment a gépet megszerelni, akkor a különböző takarítások. Ott nagyon sok dolgot tanulhattam gyakorlatban, mivel itt az iskolában elsősorban elméletet tanulunk, és a gyakorlat nagyon kis része a szakmánknak. Illetve nagyon sokat segített a találékonyságban, mivel én angolt beszélek, ezért egy németországi út az igen nehézkes volt. Nem csak Németországban, Ausztriában is volt lehetőségük a tanuló diákoknak szakmai tapasztalat szerzésére. Ott egy helyi iskola vendégeként ismerkedhettek a leendő szakmájukkal. Állattartást végeztünk, hát ilyen állattenyésztési munkákat csináltunk, például almoltunk, a méhészkedtünk is egy kicsit, abba is bepillantást tehettünk, meg egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos dolgokat. Mi nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kedvesek. Ez az iskola nagy részt ökogazdálkodással foglalkozik, és szakképzési iskola, mezőgazdasági szakképzési iskola, és nagyon kedves mindenki, nagyon segítőkészek, és pozitív tapasztalatokkal jöttünk el onnan, én úgy gondolom. Mert teljesen szinte gépesítve van az egész, önitató van, a marháknak is géppel teszik oda a takarmányt, nagyon nem is kell csinálnunk semmit, annyi, hogy összesöpörni, ami éppen elhullott. A teljesen új gépek vannak, ilyen 1-2 éves az egész, modernek láthatunk egy nyugati, modernebb telepet is, meg az új technikákat is megnézhetjük. A Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola már évek óta biztosít külföldi szakmai gyakorlatot a náluk tanuló diákoknak. Ezek során a gyerekek olyan technológiákat leshetnek el, amik nálunk még kevésbé elterjedtek, és nem utolsó sorban az idegen nyelv gyakorlására is bőséges lehetőségük nyílik. Ez az Erasmus Plus szakképzési mobilitási pályázat, ez szakképzésben tanulóknak ad lehetőséget arra, hogy külföldön gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. Az előző években Németországban és Ausztriában teljesíthettek gyakorlatot, vagy vehettek részt gyakorlatokon a tanulók. Az idei évben kibővült Horvátországgal, és amit még nagyon szeretnénk, hogyha az idei nyáron már Dániába is utazhatnának. Tehát korábbi években csak német nyelvterületekre tudtuk utaztatni a diákokat, és ahogy próbáljuk felvenni külföldi iskolákkal a kapcsolatot, így bővíthetjük az angol nyelvet tanuló diákoknak is ezt a lehetőséget. Az Európasz bizonyítvány lényegében egy az unió teljes területén elismert szakmai bizonyítványnak felel meg. Az ilyen dokumentummal rendelkező fiatal szakemberek ezért sokkal könnyebben találnak állást. A mostani diákokban nincs meg az a kíváncsiság, ami szerintem sokkal korábbi években bennünk volt, de hatalmas lehetőség számukra. Egyfelől, hogy az idegen nyelv ismereteiket
gyakorolhassák, kipróbálhassák, hogy egyáltalán mit tudnak, szakmai tudásukat el tudják helyezni, hogy ők hol tartanak most a szakmában, szakmai tapasztalatokat tudnak gyűjteni, össze tudják hasonlítani, hogy miben tér el az itthoni mezőgazdaság egy külföldi mezőgazdaságtól, milyen munka, tehát a munkafolyamatokat értem ez alatt, technológiát, illetve a technikát. Megismerkednek egy idegen kultúrával, idegen szokásokkal, ami azt gondolom, hogy hozzásegíti ahhoz, hogy széles látókörük legyen, és szélesedjen a látókörük. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hozadéka pedig az, hogy emberileg nagyon sokat változnak. Önállóbbakká válnak, megtanulják, illetve tudnak később különbséget tenni, összehasonlítani. Tehát személyes kompetenciáik, a szociális kompetenciáik és a nyelvi kompetenciáik fejlődnek nagyon nagy mértékben. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség, ugyanis ha van egy versenytársuk, mindenképpen a munkaadó szempontjából az egy előny, hogy külföldi tapasztalatot szerzett a munkavállaló. A Szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumban tehát jövőre is lehet külföldi gyakorlati képzésre jelentkezni. Ingyenes képzéseket szervez a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 17 különböző témában a gyakorlati tudást középpontba helyezve támogatnák ezzel a kezdő vállalkozások sikeresebb működését, de azoknak is segítség, akik már működtetnek vállalkozást. 17 különböző témában a gyakorlati tudást középpontba helyezve indít ingyenes tréningsorozatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ezzel támogatná a kezdő vállalkozások sikeresebb tevékenységét az Iparkamara, de azoknak is segítség, akik már működtetnek vállalkozást. Induló vállalkozásoknak, vagy éppenséggel már működő vállalkozásoknak szól, az ő működésükhöz, az ő tevékenységükhöz kapcsolódó témákat dolgoz föl. Ez egy gyakorlatorientált tréningsorozat, különböző témákkal összesen 17 téma kerülhet, mert nyilván ugye az igényekhez igazodunk, kerülhet feldolgozásra. Gyakorlatorientált vállalkozói ismeretek átadását és készségek fejlesztését célzó képzések helyszíne pedig a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szekszárdi oktatóterme. A nagyjából két havonta megszervezésre kerülő képzéseken mindenki kiválaszthatja a számára fontos témát az Iparkamara honlapján. Ez lehet akár irányítási ismeret, egyedi problémafeltárás és megoldási javaslatok keresése, konfliktuskezelés, értékesítés, online eladás vagy marketing témakör is, mondta Hornok Jenő tanácsadó, az Iparkamara vállalkozásfejlesztési osztályvezetője. Nyilván ezt próbáljuk úgy igazítani, hogy előzetesen felmérjük a vállalkozó igényeket, és hát ahogy egy adott téma prioritást élvez, akkor ezt a témát próbáljuk ugye nagyító alá venni. Az input programot nevezném meg, ennek a programnak a keretein belül tud megvalósulni ez a program. Neumann János Nonprofit Kft-vel közösen hajtjuk végre ezeket a tréningeket, és neves, elismert szakemberek bevonásával tesszük mindezt. Úgy kalkulálunk, hogy ilyen két havonta, negyed évenként kerülne sor egy-egy téma feldolgozására, de természetesen, mint mondottam, igény szerint akár sűríthetjük is a tréning alkalmakat. A kamaránk honlapján elérhető a tréning sorozat tematikája is, tehát mindenki ki tudja választani, hogy számára mi az a témakör, ami érdekes lehet, és a jelentkezés is ezen keresztül online módon, de akár itt a ügyfélszolgálaton vagy telefonon az elérhetőségek megtalálhatók. A következő kis csoportos képzésre március 17-én kerül sor prezentációs készségek címmel. Ennek a képzésnek a célja, hogy fejlessze a részvevő képességeit és készségeit prezentációk tartása terén, beleértve azt is, hogy hogyan hívja fel az előadó a hallgatóság figyelmét, illetve a hallgatóságra tett hatás, a hallgatóság mélyebb bevonása, a közölni kívánt tartalom hatékony átadása és a hallgatóság reakcióira adott válaszok területe is érintve lesz. Jelentkezni online lehetséges egy formanyomtatvány kitöltésével. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.